Nagyon sokan várják a következő négy előadást. A vita a végén lenne, én tudom, hogy több emberben van kérdés, úgyhogy ezért is szeretek kérni az előadókat a problémaorientáltságra, és az első előadó Túri professzor úr, aki a Szegedi Egyetem képviseli, ritka betegségek szakértői bizottságának négy egyetemi koordinátora tart arról előadást, hogy hogyan zajlik, János, megkérhetek, hogy segíts a professzor. Hogyan zajlik a betegutak szervezése, a konzultációs rendszer fejlesztése, stb. Az egyetemükkel. Azt kérdezném, hogy a következő három koordinátor előadása benne van a képben. Jó, igen, köszönöm. Az enyém is benne van, csak ez egy kicsit rövid. Na most már ezek a négyen jönnek, ebből lesz ezt a második, tudom, itt oda dobtam. Jó. Vagy itt a harmadik. Az első az ki. Ez a Turi Sándor SZDSZ Szegedi Egyetem. De megvan ez egy. Az. Igen, akkor, de akkor ezzel meg négy jönnek. Akkor kettő van meg. Na de csak a doktor Turi pap egy ilyen van. Akkor igen, utána jön a meleg, és akkor én már Kriglert azt akkor elmondtam. Ki a pap? A pap. Nincs jól egy pap. Akkor igen. Hú, ez lesz az a végkor. Jó, de borzasztott. Én is most körbejártam, mert az is sem nem értem. Köszi a szószedetet, a legkodámmal. Tisztelt hölgyeim és uraim! Először is nagyon köszönöm a megtiszteltetést, hogy, előadásommal részt vettek ebben a nagyon disztingvált konferenciám, és elnézést kérek, hogyha olyanokat mondok, amit a jelenlévő vállam esetleg még jobban is tudom. Én csak azt próbálom illusztrálni, mert ugye először ezt a címet kaptam, hogy a beteg utak. Na most én az a fajta vagyok, aki pragmatikus. Tehát ha azt mondják, hogy mondd el a glikogenózis tünettanát, az könnyű. Bár van öt szakvizsgám, de ez nem tartozik közé. De ha azt mondják, hogy beszéljek valamilyen elmélet jellegű, és mondjam a dologról, meg szervezni meg tudom, de elmondani sokkal nehezebb. És ezért próbáltam azt úgy illusztrálni, hogy tudnék, arról van szó, hogy ez is egy betegút megnyilvánulási forma, hogy hogyan tudjuk azt elérni, ami a legnagyobb kérdés ebben a társaságban itt, hogy ha valakinek van egy különleges betegsége, hogy azt felismerje, és hogy hogyan jut el oda, ahol tudnak is vele diagnosztikusan is és terápiásan is segíteni. Na most nálunk már sok év óta van ez a szabad estétek nevezett továbbképző tanfolyam, ahol minden hónap első kedjén három óra hosszában továbbképzéseket tartunk, könyvbe is kiadjuk, és ott vannak a Békés Szolnok, Bács-Kiskun és Csongrád megye házi gyermekorvosai, vegyes praxis orvosai, védőnői, kórházi orvosai, tehát azok, akik ezekkel a betegekkel találkoznak, akikben esetleg fölmerülhet az, hogy na most ez a beteg, ez mégse teljesen egészséges. Tehát be kellene küldeni olyan helyre, ahol tudnak rajta segíteni. Jó néhány ilyen konkrét példát tudnék mondani, de most nem ez a célom. És azért megpróbáltam a Papp Ferenc munkatársammal ezt úgy összefoglalni, hogy tehát nem önöknek, hanem mondjuk azoknak a házi gyermekorvosoknak, vagy vegyes praxisú háziorvosoknak bemutatni, hogy minek alapján gondolhatnak arra, hogy itt most teendő van ebben az irányban. Először is a ritka betegséget definiáltuk, hogy azok tartoznak oda, hivatalos álláspont szerint, akik egy a 2000-nél ritkában fordulnak elő, tehát például a cisztás fibrózis egy a 2500, legalább 5000 ilyen betegséget tudunk, 80% genetikailag érintett, és minden szakterület ebbe be van vonva, tehát nem csak a gyermekgyógyászat, de mégis elsősorban a gyermekgyógyászat. Ezen belül speciális helyzetet képviselnek, helyet képviselnek a beleszületett anyagcsere betegségek. Mi ezt pedig úgy definiáltam nekik, hogy azok a betegségek tartoznak ide, amelyben bizonyos anyagcsere folyamatot katalizáló enzim hiányzik, vagy
defektusa van. Ilyen legalább 3000 betegség van, és az összesített gyakoriságuk egy a 2000, de ebből például a fenilketonúria az egyik leggyakoribb, egy a 10000. Tehát ez sematikusan ábrázolta nekik, akkor azt mondtam, hogy létezik az A anyag, amiből kell legyen a B anyag, az tovább metabolizálódik C anyaggá, és ha mondjuk a B meg a C között blokkban, akkor felszaporodik a B meg az A, ez már eleve nem jó a betegnek, sőt a B-ből még egy D anyag is lesz, ami klinikai tüneteket okoz, és még a tetejében a C pedig hiányzik, ez is további klinikai tüneteket fog okozni. Na most ennek alapján a veleszületett anyagcsere betegségeket úgy osztályoztuk, hogy vannak a fehérje anyagcsere zavarai, vannak a szénhidrát anyagcsere zavarok, a zsírsav anyagcsere zavarok, ezután a lizozomális betegségek, a mitokondriális és a peroxizomális betegség. Hogyha patomechanizmus szerint akarnánk osztályozni őket, akkor vannak, amelyek intoxikációs tüneteket jelenítenek meg, más esetekben az energia termelésnek a hibája van, tehát hiányzik, vagy a felhasználásnak a zavara, a harmadik pedig, amikor valamilyen anyag ott tárolódik a sejtekben, ami azoknak a sejteknek nem jó. Ennek megfelelően az intoxikációs csoportba tartozó kismolekulájú anyagoknak a fölhalmozódása, főleg az agyban vagy a májban, ennek megfelelően enkefalopátiák, májelégtelenség alakul ki, ide tartoznak az aminoacidopátiák, az organikus acidopátiák, az urea ciklus zavarai, és a galaktozémia. Ezek már újszülött csecsemőkorban megjelennek. Az energiadeficittel járó betegségek elsősorban az agyat, a vázizmot és a szívet érintik, ennek megfelelően központi idegrendszeri tünetek jelentkeznek, izomgyengeség és kardiomiopátia. Ide tartoznak a mitokondriális betegségek és a zsírsav oxidáció zavar. Azután vannak a tárolási betegségek, amikor nagy molekulák tárolása következik be, ami hepatosztenomegáliában jár, ide tartoznak a lizozomális betegség, peroxizomális betegség és a glikokenózisok. Ez a késői csecsemő és kisdetkorba derül ki. Annak alapján, amit a védőnő vagy a körzeti orvos vél fölfedezni. És ezeket a tüneteket, hogyha felsoroltuk nekik, akkor ilyeneket mondtuk, hogy újszülött korban, mint ahogy az, amikor elkezdtük a tömegspektrometriás vizsgálatot, még nem volt kialakítva, és akkor melegvéla segítségét kértünk, talán emlékszel a legelső betegünkre, aki szegénykém elkésett, mert fél éves korában jelentkezett azzal, hogy szopás közben elalszik. Hát ez egy nagyon egyszerű tünet, tehát ki gondolta volna, hogy glutánsav acidóriája van, és azután már azon nem lehetett segíteni, mert késő volt, amikor elkezdtük neki a pótlást, és ez a szegény gyerek még ott élt az intenzív osztályon 27 hónapig, és az anyukája ott állt mellette 27 hónapig, hozott neki egy ilyen kis tévét, és azon a Spektrum tévében nézte szegényként, de szerintem nem látta a flamingó. Ez szívszaggató érzés volt, és ezért úgy gondoltam, hogy ezen valamilyen módon segíteni kell. Hát ezt nem tudtuk megoldani, de ebbe az irányba vagyunk. Tehát ezért mondtam, hogy újszülött korban már fel kell, hogy merüljön a táplálási nehézség, hányás hasmenés, testtűingadozás, tahimnoi, apnoi, radikalmi, illetve központi idegrendszeri tünetek, irritabilitás, akaratlan mozgások, tónuszzavarok, görcsök és tudatzavarok. A csecsemők is deathkorban, aki 25 korban ez nem veszik észre, szintén táplálási nehézség, fejlődésben elmaradás, nekünk külön egy részlegünk van új Szegeden, mert az is hozzá tartozik, ahol az ilyen megkésett fejlődési gyerekekkel foglalkozunk. Hányás, ataxia, görcsök, izomtónuszavarok, tudatzavar visszatérő epizódokban, diszmorfia, vázrendszeri eltérések, haj, bőrtünetek, kardiomiopátia, hepatomegália, látás és hallásza. És azután előfordul sajnos, hogy idősebb gyermek és serdülő korban derül ez a betegség, derülnek a betegségek ki, tehát mentális retardáció, görcsök, szédülés, izomgyengeség, parézis, illetve neuropszichiátria, tünetek, autizmus, tanulási nehézség, viselkedési zavar, agresszivitás, agitáltság, hallucináció, szorongás és pánik. Tehát a glikogén tárolási betegség az egyik ilyen legtípusosabb tárolási betegség, ami nincs benne az újszülött korú szűrővizsgálatokban.
ugye itt valójában a glikogén, ami elágazó, illetve nem elágazó formában létezhet a májban vagy az izomban, ezek normálisan ide-oda át tudnának alakulni, de itt esetleg glóban, sőt, glukózzá se tudnak átalakulni, és részben felszaporodik a glikogén, részben hipoglikémia van, annak mindenféle tünetével. És azután, hát ugye ennek számtalan variációja van, amelyek közül csak azt emeltük ki a körzeti orvosoknak, hogy ugye vannak máj manifestációi betegségek, amelyekben van legalább ötféle glikogenózis, és vannak főleg izom érintettséggel járó betegségek, amelyekben szintén van legalább háromféle glikogenózis, és ebből egy speciális forma ez a Pompe betegség, amely már csecsemőkorban manifestálódhat a szívizomzatban való glikogén lerakódás miatt, illetve később a vázizomzatban, illetve később a légzőizmokban való lerakódás miatt. Ugye ezt jelentőben nem kell külön értékelnem, hogy ugye a Pompe betegségnek egy klasszikus tünete, hogy amikor az egészen fiatal 2-3 hetes csecsemőt, amikor megpróbálom megemelni, hogy ez a ronybaba tünetet mutatja, ez nem csak Pompe betegségből lehet. De ha valakinek ilyenje van, hogy lóg a feje, nem tudja fölemelni, az a föltétlenül specialistához kell fordulni, persze kérdés, hogy menjen. És aztán ugyancsak lehet kardiomiopátiája is. Vagy később ugye a medence izomzatának az a gyengeség, ez a Gowers jel, hogy saját lábán kapaszkodik föl, vagy a jobb oldali képen, ha megnézzük, hogy az interszkulturális izomzat, de a gerincoszlop melletti izomzat is mennyire gyenge. És hát ugye vannak a lizozomális tárolási betegségek, akár polisaccharidózisok, lipidózisok, szfingolipidózisok, és ezek között külön kiemelem a Gosé és a Fábri bort, amelyre már Magyarországon létezik az enzim kezelés, amely hát nagyon jelentősen segít ezeken a betegeken, csak meglehetősen drága a terápia. És ugye a mokopoliszaharidózisra, hogy hogyan lehet felismerni őket, ugye, hogy a durvaülés karszulások, a makrokepária, a glossia, a kornea, a homály, a csont eltérés, a kontraktúrák, a májnép megnagyobbodás, neurodegeneratív betegségek, mint például ez a szegény kisgyerekét, aki hát nekem is volt még gyakornokkoromban ilyen betegem, 15 éves volt, és ilyen vastag alapja volt, nem tudtak rajta segíteni, de már a diagnózis sem meg. És valahol, amikor nekem kellett az árujelentését megint, hogy átadunk Kecskemétre, és valahol a 200. oldalnál találtam egy 500 forintost, hogy aki idáig eljut, azt elteheti azt a pénzt. Úgyhogy ennyire reménytelen. Ezek között a Hunter és a Haller-Mokko poliszaharidózisokban egy klasszikusan súlyos betegség, de ezeken elvileg lehet segíteni, és ugyancsak, ahogy említettem, a Gosé és a Fábri betegség, amelyek nem túlságosan gyakoriak Magyarországon, több próbálkozás volt, tudom, hogy még a műves és betegeket is le akarták szűrni, de meg is van a cég, aki ezt a támszert tudja adni, de nem lehetett hozzáfogni, mert nem volt hozzá pénz, hogy a kiszűrt eseteket esetleg kezelni lehessen, mert iszonyatosan sokba kerül, vagy például, hogyha valakinek a makuláján ilyen cseresznye piros foltot lehet látni, mi mindenre lehet mondani, a tégszaktól a Niemann-Pick betegségen keresztül a galaktoszialidózisig. És hát ugye a Gosé kór, amely Maródi professzor úrnál Debrecenben kezelve van, nálunk is van egyetlen egy eset, akit a kollégám kezel, de elsőként leírt betegség ebben a csoportban, és a kezelés, enzimpótló kezelés is ezeknél volt legelőször alkalmazva, hogy a glikocereplozid felhalmozódás a lényege az egésznek is ennek az enzimnek a defektusa, amelyet ha pótolnak, akkor hát a betegek időben elkezdik, akkor a betegnek egészen jó sanszai vannak, hogy ezt bemutattuk a körzeti orvosoknak, hogy hogy néz ki egy normális hát makrofág, és hogy néz ki egy gósásai. És hát, hogy ennyi minden helyre ugye le tud rakódni ez a kóros anyag, a lépen, a tüdőben, a csontban, a csontvelőben, ennek megfelelő tünetekkel. És akkor ennek az anyagcsere betegek
betegségeknek a diagnosztikája, hogy az első csoport az abszolút vizsgálat, ahogy ezt Szőnyi Tamárot is említette, és köszönöm, hogy megemlítette Szabó Lajos nevét, aki valóban hát Szegeden kezdte a Casting módszerrel, a bakteriális módszerrel, a PKU-nak a szűrővizsgálatát, amely hát jó pár évtizedig ment, de aztán annyi torzulás, meg mutáció lett ezekkel a baktériumokkal, mi se hittük el az eredményt, és már Németországban se kaptunk más megfelelő baktériumokat, és akkor merült fel az, hogy na, most esetleg lehetne ELISA-val csinálni, de még jobb volna a tömegspektrométerrel. Hát ez annyira elérhetetlennek tűnt, mint az, hogy most jövő héten fölmegyünk a Holdra. De mégis meg lehetett valósítani, az egy külön történet, hogy hogyan lehetett ezt elfogadtatni, végül is sikerült, és hát ugye most már a tömegspektrometria az egy eléggé biztos támogatót jelent, de ezt is meg kell erősíteni, itt is vannak álpozitív eredmények, és ezért jó a két központnak a gyakori találkozója, amikor a metodikai részleteket megbeszéljük. A galaktozémiát ugye ma már ELISA-val szűrjük, és ugyanígy van a biotinidáz defektus és a kongenitális hipotireoidus. Na most, amikor még 85-ben 65 ezer újszülött esett ránk, ez a 11 dél magyarországi megyében, ilyen sokan voltak, ma már ez 50 ezer alakban, és sajnos, és hát így ennek megfelelően alakult a PKU, galaktozémia, biotinidáz és a hipotireoidusnak az előfordulása, amit látják 2007-ben, hát ennyi volt. Ennek megfelelően felül kategóriás beteget gondozunk 285-öt, galaktozémiást 79-et, kongenitális hipotireoidus 190-et, biotinidáz defektus 17-et. Azt hiszem nagyjából hasonló az eredmény a számú Budapesten is. Na most, amikor 2007-ben sikerült hivatalosan a minisztérium által elfogadottan bevezetni a tömegspektrometriás vizsgálatokat, ezáltal 22 anyagcsere betegségre bővült ez, pontosabban a PKU is bekerült ebbe, tehát végeredményben összesen 26 betegség szűrése folyik Budapesten és Szegeden, és ennek megfelelően ugye a kérdésre visszatérve, ez csak az első egy komplet év, Berek professzor úrnak mondom ezt, de első egy komplet évnek a számai, tehát minden évben nagyjából így alakul, tehát a jávorfaszöbb betegség 2, a tirozinémia 1-es típus 3, homocisztinúria 2, a propriósavacidémia 3, metinvalósavacidémia 3, izovolediensavacidémia 3, glutánsavacidúria 2, és az L2-hidroxilglutarikacidúria pedig 1. Azután vannak azok a betegségek, amelyeket nem újszülőkori szűrővizsgálattal diagnosztizálunk, hát biztos, hogy Magyarországon vagy akár csak a déli 15 megyében nem egy pár beteg van, ennyi kerül diagnosztizálásra. És ugyanígy a Hunter is, emlékszem rá, hogy az első Hunter-t azt én még eredetileg Alport-szindrómásnak tartottam, mert annak be én ugye nefrológus is lennék, tehát annak megfelelő tünetei voltak, csak amikor fel akartam dolgozni, és akkor láttam, hogy milyen sok az MPS szint a vérben. És akkor megkértem a patológus professzort, hogy nézze meg a vesét, erre vonatkozóan is, és akkor kiderült, hogy az is tele volt MPS festéssel. Tehát tulajdonképpen nyilván, ha figyelnek rá, akkor esélye van rá, hogy kiderül, de én azt hiszem, hogy ez mi reprezentál. És hát ugye a muszkuláris disztrófia, ez a László professzor úrnek a kedvenc témája, 35 ilyen betegünk van, hát egy részük már persze nem is van, és amit a biopátiás van 20, akondroplázias 23, osteogenezis és összesen 28, marfános 5, Ehlers-Danlos szindrómás pedig 3. Tehát még egyszer mondom, hogy ezek nyilvánvalóan nem jelentik azt, hogy valójában ez az előfordulás. A mi célunk az, hogy az előfordulás 22, illetve 24 betegségnek, de legalábbis a 22-nek meghozzátéve a biotinidázban a galaktozémiát, a genetikai diagnózisát is szeretnék megvalósítani. Mert azzal lenne igazán megerősítve ez a betegség, és azután nagyon fontos feladatnak tekintem, hogy akár az MPS-t, akár a glikogenózist,
szisztematikusan meg tudjuk nézni. Tehát ehhez nagyon fontos az, hogy tudjanak be betegeket, akik ilyen irányban vannak, és a másik fontos, hogy megfelelő diagnosztikus hátterük legyen. Tehát erre vonatkozott például az a javaslatom, amit kidolgoztunk, hogy mint egy LEGO játék úgy finanszírozás, hogy mindenkinek kell valamikor ugye megfelelő klinikai vizsgálat, laborvizsgálat, genetikai vizsgálat, szövettani vizsgálat, képalkotó vizsgálat, ez mind egy-egy év. Most ezt van, akinek ebből kell, van, akinek abból kell több, de a végén kiadja az egész formáció azt az értéket, amiben ez kell. És akkor objektív módon, nem hasraütésszerűen, ezt lehetne dokumentálni. És abban az esetben, mert ugye az nagyon jó, hogy van tömegspektrológia Pesten is, meg Szegeden is, meg persze Pécset is, meg Debrecenben is, de ez nem sokkal több, mint az Albán tenger alatt járó flotta, hogyha az az egy kiesik, akkor nem nagyon van más. Hát mondjuk nem egy van már, hanem kettő vagy három, de azért ennek a karbantartása, meg a cseréje, meg a bővítése, ez nagyon komoly. Tehát ezt valahogy nyilvánítani kell. Úgyhogy ez is egy ritka tájkép, ritkizán mutatja ezt a bizonyos tórendszernek az egyik részét, ahogy a Ildikó is mutatta, hogy én is köszönöm, hogy köszönjük szépen ezt a ragyogó előadást.